Aloha! Elérkeztünk végre ahhoz a részhez, amikor jöhet a szemsmink, nem hiszem el! 5 darab. Teljesen új paletta van itt előttem. És egyet kell kiválasztanom belőle, amiből sminket fogok csinálni. Szenvedés. Nem biztos, hogy mindegyik palettát itt fogjátok látni, ugyanis nagyon-nagyon sok sminkes tartalom lenne, és rengeteg másfajta tartalom is van, amit szeretnék beilleszteni, de nem szeretnék kicsúszni az időből, hogy még frissek legyenek. Értitek, hogy mire gondolok? És tekintve, hogy zöld felső van rajtam, én már eldöntöttem, hogy melyik palettát fogjuk használni. Revolution Macarons paletta. Ha vannak színek, amik közel állnak a szívemhez, akkor ezek azok. Egy zöldes, kékes, barnás sminket terveztem. Remélem, hogy jól fog sikerülni. Lehet, hogy egy kis cut crease moment be fog csúszni. Úgyhogy az alapomat látjátok. Ha tetszik, vagy lemaradtatok volna róla, akkor itt, ebben a videóban le tudjátok csekkolni. És nem is szeretném tovább húzni az időt, mert annyira vártam, hogy végre bele tudjak merülni ezekbe a színekbe. Mi azt elmondani nem tudom, úgyhogy gyorsan leprimerezem a szemléjem, és kezdjük is el a szemsminket. Most, hogy közelebb hoztalak titeket, még nagyobb a lenövésem. Úristen! Elmondhatom gyors a problémámat? Remélem, hogy érdekel titeket, ha nem, akkor tekerjetek előre egy kicsit. Nem jött meg időbe a retken rendelésem. Viszont most már annyira le van nőve a hajam, hogy azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nem megyek vissza a tőfestésre. Egyébként is annyira macera, olyan gyorsan nő a hajam, hogy nem tudom konkrétan kielvezni azt, hogy teljesen egyszínű a hajam. Lehet, hogy inkább egy kis shadow-t belerakunk, és élem tovább az életem. Hát ez komoly. Ennyi. Szóval, szokásos módon P. Louis 05-ös árnyalat. Nem tudom, hogy mikor említettem ezt először a csatornámon, viszont nem használom minden alkalommal. Szerintem összesen, hol írja rajta? 15 milli van benne, egyet nem használtam még el. 20. Csak egy kis minimális alapozás, nem szeretném túlzásba vinni. Remélem, hogy nem ég ki túlságosan. Itt vannak a színek. És fogalmam sincs, hogy mit fogunk csinálni. Csak azt tudom, hogy szeretném nagyon földesre. Ja, azt egyébként nem mondtam, hogy süti illata van. Első lépésben egy kis fixálásnak almondból fogok felvenni, és mivel egy viszonylag nagy sminket tervezek, így egészen felviszem a szemöldök csontomig, ugyanis ezen a részen kell majd a színeket eldolgozzam, és szeretném, hogyha semmi se lenne foltos, ahogy felhelyezem, és egészen könnyen és tökéletesen tudnék árnyékolni. Ez eddig tökéletes. Wait! Kimaradt le az információról, hogy Tati visszatért. Én nagyon örülök neki, imádom. Imádom. Nagyon örülök, hogy nem maradt abba. Nagyon. És igazából ennyit, csak szerettem volna megosztani veletek, és kíváncsi vagyok, hogy ti nézitek-e. Vannak-e itt olyanok, akik esetleg azt se tudják, hogy ki, mert akkor jöttetek YouTube-ra, amikor ő pont a egy éves szünetet töltötte. Kíváncsi vagyok, hogy egy-e az ízlésünk. Három barna színünk van, a Chocolate, Heavenly Bite és a Baked with Love. Pont így jönnek sorrendben is egyébként, sötétségileg körülbelül. A Heavenly Bite és a Baked with Love az nagyon-nagyon hasonló, de
A beetroot láb az egy picit melegebb, kicsit téglás vörösesebb, azt valószínű, hogy én most ki szeretném hagyni, de a chocolate-ból és a heavenly bite-ból mindenképpen fogunk feltenni. Elsősorban chocolate-ot kezdem el felvinni, és egy kis árnyékot kezdek ide. Mennyire szeretnénk cicásat? Hát úgy azért érzéssel, de rendesen. Nem szeretnék teljes cut crease-t. Nem szeretem annyira a teljes cut crease-t még mindig. Úgyhogy megmaradunk valószínűleg egy félnél, ami azt eredményezi, hogy ide is lehozom a barnákat. Ez lesz a formánk. Remélem nem hallatszódik be, de a bébinek a szembeszomszédban nincsen túl jó esélye. És nagyon-nagyon kiabál. Kisebb ecsettel valószínűleg kényelmesebb lett volna ez a művelet, de hát... Ja, logika. Szeretném, hogyha a széle nagyon-nagyon soft lenne, és szinte összeolvadna az alapozómmal és a sminkem többi részével. Azzal az ecsettel, amivel az első szint vittem fel, visszajövök, és elkezdem kifele satírozni. Okay, ugyanezzel a színnel szeretnék még egyszer visszamenni, és egy új mélyítő vonalat megkezdeni. Valahova így ide. És ezt csak ezen a részen szeretném eldolgozni. Iszonyatosan puhák egyébként a színek. Nagyon-nagyon krémesek. Nem nyúltam még bele újjal, de biztos vagyok benne, hogy érződik is. És egyébként nagyon szépen pigmentáltak, de könnyen eldolgozhatóak, legalábbis eddig ez a tapasztalás. Annyira furcsa, hogy kamerán, legalábbis most a kijelzőn, nekem mennyire más, hogy adja vissza, mint amit én itt látok élőben. Remélem, hogy a smink végére találkozik majd a két kép. Egy még pici ecsetet veszek elő, most végre egy normális kis satírozó ecsetet, és a Heavenly Bite-ot kezdem el felvinni apránként. És ugyanígy a mélyítő vonalat mélyítem tovább vele. És mivel totál szőke vagyok, elfelejtettem, hogy az előbb azt mondtam nektek, hogy nem csinálok teljes cut crease-t, úgyhogy a kis farkincát is kellene csinálnom, úgyhogy most mindjárt oda visszamegyünk, és azt bepótoljuk. Elkezdem képíteni a külső sarkot, ugyanúgy először a chocolate-tal. Van két fura pötty a szemhéjem. Nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik. Majd a Heavenly Bite-tal. És valamiért úgy érzem, hogy nem elég erős. Úgyhogy megpróbálok a Baked with Love-ból felvenni egy kicsit, és valahogy azt beleépíteni. Remélve, hogy nem lesz túl meleg. Úgy néz ki, hogy ez lesz a barna alapunk. Nem túl sötét, egy picit nem bántam volna, hogyha tud sötétebb lenni és mélyebb, de szerintem így is működhet, ha nem, akkor visszamegyünk és sötétítünk rajta egy kicsit, de remélem, hogy így is jó lesz.
Itt van nálam a kedvenc Cut Crease ecsetem, ami egészen egyszerűen annyiba merül ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, lapos ecsetecske. Felveszem ugyanazt a P. Louis Base-t, amit az előbb is használtunk, és ahogy mondtam már nektek egy csomószor, a mozgó szemhéjamat bőven befestem, és felnézek, vagy lehajtom a fejem, és így megkapom azt az ívet, ameddig felmegy a mozgó szemhéjamnak ez a része, a legalja, amikor felnézek, így nem fog áttapadni lentről fentre, vagy fentről lentre. Ezen kívül pedig megadja azt az ívet, hogy fent mennyire kell megrajzolnod ahhoz, hogy látszódjon igazából maga a smink, amit csinálsz. És egyforma is. Most pedig fogom magam és kiegészítem. Csekkolom több szemszögből is, hogy egyforma-e, és ha nem, akkor addig igazgatom, amíg egyforma nem lesz. Az egyik oldal egy minimálisan pentebb van, mint a másik, illetve itt van ez a rész, ami egy kicsit ívesebb volt, de most már ki is van javítva, úgyhogy de ezen később is tudtok majd javítani. Most gyorsan eldolgozom, csak az ujjammal nagyjából, és a szélét is megpróbálom egy picit finomítani, és ha úgy érzem, hogy szükséges, akkor felülről pedig egy ecsettel megtaperolom. És most jön a nagyon izgi rész, rengeteg gyönyörű zöldem van, de tényleg rengeteg. Szeretném megnézni, hogy a sugar coating és a coconut. A coconut az sokkal zöldebb. Ő a sugar coated, ő pedig a coconut. És arra gondoltam, hogy a coconutból tennék a belső sarokba egy ilyen kis papot, illetve fel a szemöldök csontomra. Utána pedig elindulnánk szépen a dessert icing divine, talán, vagy a sweet treat. Kezdjük el, és majd menet közben kitalálom nektek. Túl sok a szép szín. Coconut nagyon-nagyon krémes. Pretty. Wow. Oké. Imádom az irizáló színeket. Egy kicsit előrébb haladtunk, ugyanis lemerült a kamerám, és amíg töltött az aksi, addig megcsináltam a szemhéjamat, ami egészen egyszerűen annyiból állt, hogy egy lapos... Elvesztettem az ecsetet. Oké, mindegy. Egy ehhez hasonló lapos, szintetikus ecsettel felütögettem a színeket, és egy nagyon-nagyon picit összesatíroztam őket. Így nézünk ki jelenleg. Már csak az alsó szemhéjam maradt igazából, amivel foglalkozni szeretnék. Amihez elsősorban szükségem van egy kis primerre, ugyanis valószínűnek tartom, hogy nem csak matt színeket fogok feltenni. Nagyon közel a szempilla vonalamhoz felviszem a primert. Nem kell sok, csak egy kis tapadást szeretnénk elérni, ugyanis itt nagyon le vagyunk púderezve, legalábbis én biztosan, így jó is. Majd először felveszek a csaklikból egy keveset, hogy meglegyen az alapunk, és legyen egy kis füstösség alul is. Utána a Heavenly Bite-ból. Ezt már összekötöm a külső oldallal, valahogy így. És most lenne szükségem arra az ecsetre, amit az előbb elvesztettem. Szomorú. De arra gondoltam, hogy itt a Divine-t fogom elsősorban használni.
egy kicsit tovább behozom, mint a szemem közepe, érezhető legyen a zöld alul is. Majd van itt nekünk egy olyan színünk, hogy Finishing Touch, amit ha megnézitek, egy szürke, de valamiért úgy érzem, hogy ez akár működhet is. És ezt csak kívülre szeretném, és egy kicsit előkészítem a tusnak a helyét, már nagyon tetszik. Világosan megmutatom nektek azokat a színeket, amiket nem tudtunk használni, mert még mindig merül a kamerám. Tehát van itt nekünk egy petit, van egy olyanunk, hogy Craze, ez nagyon-nagyon puha. Van egy olyanunk, hogy Blueberry, mutatom közben ezeket, gyönyörű, gyönyörű shimmerek. Van egy Mering, nyom-nyom, Whisk, és egy Dazzling. Csodaszépek. Tényleg nagyon-nagyon szépek, és egyébként határozottan pigmentáltak is. És nem jönnek le. Nem foglak most végigvezetni titeket, ugyanis erről tervezek egy egész videót, de jöhet a tus. Viszont előtte szeretnék highlightert rakni, ugyanis azt is mindenképpen ebből a palettából szerettem volna. A kokonátból fogunk tenni, ami a belső sarokban is van, és itt nagyon picit belenyúlunk a dizájnba. Csak óvatosan, mert biztosan nagyon erős lesz. Új hegyemre felvéve pedig kicsit nózira. Pretty! Na lássuk azt a tust! Nem szeretnék túl hosszút, se túl vastagot, viszont szeretném, hogyha a pillának adna egy kis alapot. Sokkal jobban örültem volna egy barna vagy egy nagyon sötét zöld tusnak, de tekintve, hogy olyanom nincsen. Így szokott menni mostanában a nem túl hosszú, de megvan a tusvonal, úgyhogy gyorsan felteszem a spirált, ami ma a Sky High lesz, és feldobom a pillát is, ami Catrice Extreme Volume pilla. Mindjárt jövök. Kész! A pillában még nem vagyok biztos. Nem rossz, de nem is jó. Valahogy a formája olyan túl szabályos, vagy nem tudom, hogy mivel van bajom, de valami miatt nem tetszik. Utolsó lépés. Egy ceruza, amit ki kell hegyezni. Micsoda előrelépések, kéznél van a hegyező. Van itt egy olyan nyomló, egy 9L, de valamiért nem hiszem, hogy ez a színe. Annyit ír még rajta, hogy Shell. Hát, ha ezzel segítettem. Mondtam, hogy Aden-es? Aden. És utolsó lépésként egy Rihanna-s Fenty Glow színben szelfény. És ezzel elkészült a teljes smink. Szerintem nem lett rossz. Nagyon tetszik egyébként a paletta. Kifejezetten a színek egyértelműen nagyon-nagyon tetszenek, gyönyörűen variálhatók együtt. Rengeteg féle sminket tudtok belőle csinálni. 18 szín van benne, ami azért nem kevés. Jó méretes tükör, és nagyon-nagyon jó illata van. És látjátok, hogy gyönyörűek a színek is.
Úgyhogy ennyi lett volna a smink, csekkoljátok le, az Instámat mindenképpen, ott tuti lesz róla kép. Valószínűleg TikTokra is valamit csinálok vele, ezen kívül pedig a Flyvomat is csekkoljátok le, leteszem a leírásba, ugyanis ott minden egyes termék meg van jelölve, úgy, hogy ha rákatintotok, akkor rögtön a webshopba dob titeket, láttok minden árat, át tudjátok nézegetni, úgyhogy csekkoljátok le azt is, hogyha van kedvetek, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, nagyon szépen megköszönöm, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, szabad világban élünk. Ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a blog csatornámra is, ugyanis ott is újra aktív vagyok. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem ma, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!